háromszor visszadobták a papírunkat, új költségvetés, stb. De benne vagyunk. Azóta hál' Istennek jobb minden. Jobb körülmények között, nagyobb térben jobban tudja biztosítani a gyerekeknek azt, amire szükségük van. Ha nem beteg gyerekről is beszélnénk, akkor is ez sokkal jobb minőség, életminőség, mint amiben éltek. Ezek a családok ugyanúgy jogosultak, hiszen munkaviszonnyal rendelkeznek, gyermekük van, csak rendkívül nehéz ezt a támogatási formát megszerezni, de egy hathatós és célirányos segítségnyújtással lehetséges. Itt vagyunk Kömlőn, a cigány missziónak a jelenlét pontjában, és ezen a településen az egyik családmentorunk ajánlott nekem egy családot, aki ő szerinte jogosult lehet a csokra. Jött az életünkbe Maca és Bartos Erzsike, aki nagy szerencsére felvilágosított minket, hogy sikerülhet ez a falusi csok. Mi ezt úgy nevezzük, hogy egy csok interjút készítünk, egy körülbelül negyed órás beszélgetés, ahol minden lényeges elemét föltárjuk a családének életének abból a szempontból, hogy ők jogosultak-e az adott család támogatási lehetőségre, vagy nem. A férjem dolgozott, csak nehezen talált munkát. Megszületett a kisfiú, a kislány. Megtudtuk a kisfiúnak 18 hónaposan, hogy autista spektrum zavara van. És azóta így zajlik az életünk vele, magánfejlesztések, nagyon sok időt igényel. Én pont itt voltam a településen, és mondtam, hogy menjünk már el oda hozzájuk. És mikor megérkeztem, hát nem hittem el, hogy ők ebben a házban élnek, hogy itt élnek gyerekek, mert egy vályog házhoz értünk, ami már fél el volt süllyedve, hiányoztak részek a tetőről, és mikor beléptem a házba, nagyon rend volt, és az a kívül összedőlő ház, el se hittem, hogy belül egy ilyen kis palota vár. Hát ott is úgy sajáton erőből alakítottuk ki a családi életünket. Elmondták, hogy az apuka nem dolgozik, anyuka nem dolgozik, de ugye miért nem dolgozik, mert van beteg gyermekük. Én a kisfiúra kapolom ezt az ápolást, és jogosult vagyok erre a falusi csokra. Hát ezzel én nem voltam tisztában, úgyhogy ők mondták nekem azt, hogy sikerülhet ez a falusi csok, ez a 5+5. Föltérképezzük a házát, alaprajzot csinálunk, beszerezzük az árujánlatot, így a pénzintézet már egy teljesen, szinte 100%-ban is szállított anyagot kap, tehát ebben egy kicsit a pénzintézetnek is a válláról leveszük a terheket. Ők már ebben voltak, hogy ők életük végéig itt fognak lakni. Nem is mertek arra gondolni, hogy majd egy másik házban, egy sokkal több szobában fognak lenni, vagy bármi, ilyet nem is képzeltek el. Én mentem, mondtam nekik valamit, hát nem nagyon hitték el. Első folyamat az szépen haladt folyamatba, csak amikor elsőnek visszadobták a költségvetést, hát én már ott elkezdtem szomorkodni. Nem mondom, jó, nem sikerül, ez se jött össze a mi életünkbe, nekünk semmi nem sikerül. Hát és utána Maca megint segített a költségvetésbe, újraírtuk, visszabevittük a bankba, ő is jött velem. Utána megint visszadobták a költségvetés papírunkat, de hál' Istennek harmadjára lekapogom sikerült. Ezekkel a családokkal néha úgy érzem, mintha egyfajta akadályfutást végeznénk, tehát mindig különböző akadályok gördülnek elénk. Azt hiszem, ebbe a csúcsot 13 hónapos időszakkal tartjuk, ami azt jelenti, hogy 13-14 hónapon keresztül dolgozunk azon, hogy egy család néhány milliós, vagy akár 5-10 milliós támogatáshoz jusson, és utána radikálisan megváltoztassa ez az életét. Tehát nagyon kitartóak vagyunk ebben. Találtunk egy tanárnőnek az ingatlanát, egy gyönyörű szép kádárkocka házról beszélünk. Minden, ami a legszükségesebb, amik később nagyon nagy összeget igényelne, és nem tudnák erre összegyűjteni, arra összpontosítottuk, hogy ezek legyenek legjobban benne. Kettő szoba van, gyönyörű szép fürdőszobát sikerült nekik, villanyvezeték áthúzás. Ők segítettek a mi életünkbe, az nekünk jó irány. De ha nem jöttek volna az életünkbe, saját önerőből ezt nem tudtuk volna megvenni. Abban a házban is volt fürdőszoba, de ehhez képest hát ég és föld a kettő. A megélhetésünk is hál' Istennek jobbá vált. A férjem talált egy jó munkahelyet, úgyhogy folyamatosan dolgozik, ő kőműves. Nagy dolog a mi életünkben, hogy valami sikerült az életünkben.